Fejlődő Kálósemjén utakat építenek és költözik a községháza is. Történelmi emlékezet, a Lubi családról rendezte konferenciát Nagyaron. Az utolsó negyed döntött, ismét kikaptak a cápák, maradtak az utolsó helyen. Nehéz anyagi helyzete ellenére is tervez új beruházásokat Kálósemjén. A mintegy 800 millió forintos költségvetésből közel 170 millió forint értékben újulnak meg utak, valamint megépül a Kálósemjént Mária Póccsal összekötő kerékpárút, ahol pihenőhelyet is kialakítanak. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Új helyre, a Wolkenstein kastélyba költözik a községháza is Kálósemjénben. Belicza László polgármester kiemelte, hogy a görög katolikus templom külső és belső rekonstrukciója is elkészül hamarosan. Egy rendhagyó év után továbbra is kihívásokkal kell küzdeni Kálósemjénben. Ehhez 815 millió forintos költségvetés áll az önkormányzat rendelkezésére, mondta el Belicza László, a település polgármestere. Kálósemjén nagyközség önkormányzata elfogadta a költségvetését hiány nélkül, 815 millió forintos bevétellel, illetőleg kiadással. Az idei év egy olyan rendhagyó év is volt, hogy az önkormányzatunk, illetőleg a polgármesteri hivatalunk működteti, illetőleg felügyeli a délnyírségi kistérséget, tehát ezen költségvetésnek a kidolgozása, kimunkálása is a mi településünk végezte el. Ezt is sikeresen elfogadta a társulási tanács. Az írásos emlékek szerint a 14. században már létező település közigazgatási besorolása 50 éve nagyközség. Az önkormányzati ügyeket pedig jelenleg ebben az épületben intézik a lakosok. A tervek szerint az önkormányzati intézmények még idén átkerülnek a Wolkenstein kastélyba. A mögöttünk lévő épületbe fog költözni a polgármesteri hivatal, amit a helyiek valóban magtárként, valamikor Falkenstein-Oswald kastélyaként ismertek. Ez egy multifunkcionális közösségi épületként sikeresen felújítottuk 2015-ben. Az emeleti rész kialakítása az nem történt meg. Erre sikeres pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu program keretein belül. Több mint 50 millió forintot nyertünk, és az idei év végére szeretnénk átköltöztetni a polgármesteri hivatalt. Abból az okból kifolyólag is, mert a nagyközség által ránk testelt feladatok elvégzéséhez nagyobb helyre, térre van szükségünk, és egy 21. századi közösségi teret, községházat szeretnénk kialakítani. Kálósemjénben idén is folytatódnak a közútfejlesztéssel kapcsolatos beruházások. Már meglévő belterületi aszfaltburkolatokat újítanak majd fel, valamint egy külterületi kerékpárút is elkészül, amely a települést Mária Póccsal fogja összekötni. Tavaly év folyamán a belterületi szakaszon, Kálósemjén belterületi szakaszán kialakításra került a kerékpárút, és a TOP plusz forrásain belül sikeresen pályázott az önkormányzatunk több önkormányzattal karöltve, abból az okból kifolyólag, hogy a külterületi részen Kálósemjén és Mária Póccs között összeköttetésbe kerüljenek a kerékpárút hálózatok. Ennek a tervezési szakaszában vagyunk, bízunk benne, hogy maga az engedélyezés is mi hamarabb végig tud menni, és ezt követően a fizikai megvalósításra tudunk lépni. Belterületi szakaszon pedig a úthálózatunknak a felújítását fogjuk elvégezni. Ez is TOP plusz keretein belül 100%-os finanszírozás mellett több mint 80 millió forint értékben. Az idei év turisztikai attrakciója a 125 éves görögkatolikus templom rekonstrukciójának befejezése lesz, amellyel kapcsolatban Orosz István esperes elmondta, sokan kérdezik tőle, miért maradt fehér a templom szentélyének külseje. A válasz pedig az, hogy a templom ezen része még az Árpád korból maradt meg. Ez a templom ugyanazon a helyen a negyedik templom, amelyben most vagyunk. Írásos emlékek szerint 1319-ben itt már Szent Miklós tiszteletére kőből épült templom állott. Ennek a középkori templomnak a falai a szentélyt övezik körbe, és a felújítás kapcsán kívülről láthatóvá kerültek azok a régészeti feltárások, ahol körablakot, középkori lőrészszerű ablakot kőkerettel találtak meg, és ezeket helyreállították. Ugyanazon a helyen ez a negyedik templom. Kálai Ferenc 1760
60-as években az akkor teljesen elnéptelenedett településre Romániából telepített be 70 görögkatolikus családot, és akkor a teljesen összedőlőben lévő templomot átadta a görögkatolikusoknak, és azóta a görögkatolikus közösség használja ezt a templomot. Orosz István parókus azt is elmondta, hogy a műemlék templom külsejére nemrégiben került ki két ikon, és hogy a helyi lakosok a templom korszerűsítésének köszönhetően hallhatják a pontos óraműszerkezettel összekötött harangütéseket is. A templom belsejében felújították egyebek mellett a karzatfeljárót, az elektronikai hálózatot és restaurálták a mennyezeti szekkókat is. Mindezt hamarosan a gyülekezet és a turisták is megcsodálhatják. Pinteken este még a Kálai kápolnába fogjuk az előszenteltek liturgiáját végezni, viszont szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony napján újra szeretnénk jelképesen is, de már birtokba venni a templomot, és a későbbiek folyamán pedig az érintettekkel és az egyházunknak a vezetőivel, püspök úrral egy ünnepélyes átadást és szentelést is szeretnénk majd megejteni. Az esperes azt is elmondta, hogy a Magyar Falu program támogatásával a templom melletti közösségi ház is meg fog újulni. Több vármegyei kormányablak is újra nyitott hétfőn március 20-án, a Dombrádi, a Máriapócsi és a Nagyhalászi kormányablakokban is várják mától az ügyfeleket. Az energiaválság miatt kellett a téli időszakban több kisebb kormányablakot bezárni ideiglenesen, hogy takarékoskodjanak a fenntartási költségekkel. Országosan 31 vármegyénkben 3 kormányablak nyitott a mai napon, a nyírlugosi kormányablak most még zárva tart, május 2-án nyitja meg kapuit az ügyfelek előtt. A család szülőhelyén Nagyarban, az egykori Lubi kastélyban tartották pénteken azt a konferenciát, amelyen újabb köteteket és filmet mutattak be a híres família életéről. A könyvekben szó esik a család ismert néprajz tudósáról, Lubi Margitról. A Szatmár szerető diákja című filmet pedig kollégánk Kéri Péter szerkesztette. Lubi Margit szülőháza Nagyaron. A felújított kastély ma már múzeumként, rendezvényközpontként és annak a Lubi Társaságnak a székhelyeként működik, amely már 10 éve kutatja és őrzi a család épített és szellemi örökségét. Ez a munka most újabb mérföldkőhöz érkezett, 3 újabb kötetet és egy ismeretterjesztő filmet mutattak be. Olyan munkákról van szó, amelyeket mi magunk a levéltárakban, illetve kézirattárakban őrzött anyagokból állítottunk össze, és ennek eredményeképp a mai napon be tudunk számolni 3 olyan könyvnek a születéséről, amely még gazdagabbá és szélesebbé teszi a Szatmári Lubi család tematikáját. Konkrétan elkészült Lubi Margitnak egy írásaiból, visszaemlékezéseiből álló, gondozott, válogatott kis kötet, ezt én jegyzem. Régen ismerem már ezt az anyagot, sokszor forgattam, és bár úgy gondolom, hogy nem minden oldalát, nem minden gondolatát szánt annak idején Lubi Margit közvetlen kiadásra, de mégis lehetett válogatni, csemegézni belőle, és egy olyan kis hasznos kötetet összeállítani, amely mindenki számára, minden korosztály számára, a kicsiktől kezdve egészen a idősek, a felnőttebb korosztályig megfelelő információkat tud szolgáltatni. Egy olyan asszonyról, aki itt született, éppen ebben a kastélyban, amelyikben ma a sajtótájékoztatót tartjuk, aki a magyar néprajz kiemelkedő gyűjtője, etnográfusa. Lubi Margit életének nagyjából 1/3-át töltötte Nagyaron. Élete során így az ország számos tájegységének ősi hagyományait tanulmányozta. Ratko Lújza Dicsérjük a Jézus nevét, megígyük a szőlő levét című könyvje Lubi Margit dunamenti néprajz kutatásait szedi egy csokorba. Ez a Lubi Margit régi gyűjtéseiből, sárközi gyűjtéseiből való válogatás, ami egy nagyon érdekes, nagyon színes anyag. Elsősorban úgy gondolom a sárköziek fognak neki igazán örülni, de olyan részletességgel, olyan alapossággal kutatott ki témákat, például a lakodalom témáját, a komasság, a keresztelő témáját, jeles napi szokásokat, nagyon sok hiedelmet gyűjtött az akkori ottani emberekből. 1953-as gyűjtésekről van szó, és miután az adatközlőinek, a beszélgető partnereinek a nagy része a 19. század legvégén született, tehát 1880-as, 1890-es években,
Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok, amiket ő fel tudott így deríteni, egészen a 19. század közepéig visszanyúló, tehát már több mint 100 évre visszanyúló, nagyon érdekes adatok az akkori sárközi paraszti életről. Egy jelenet a Szatmár szerető Íródeákja című filmből. A Lubi Társaság legújabb alkotása Lubi Margit életét és munkásságát mutatja be. Olykor mégis feltűnik egy rejtélyes nő, kezében jegyzetfüzettel, városi ruhában a pásztorok között. Ismerik őt, hiszen nem először jár itt. Kéri Péter rendező elmondta, ez már a második filmje a családról, amely a korábbinál még inkább korhűbben mutatja be a kor jellegzetességeit. Ebben nagy szerepe volt a több mint 90 szereplőnek, a jelmezeknek és az autentikus forgatási helyszíneknek is. Mert az élet egyenlő Istennel. A film elég hosszú időn keresztül készült, tudnilik közbe jött a covidos leállási figura, ami hát azt jelentette, hogy sok esetben ugye nem tudtunk dolgozni, ugye, hogy kellett. Ez a film tulajdonképpen 2 éve forgott, ha úgy tetszik, és hát rengeteg olyan munka van benne, ami nem csak az itteni környezetben játszódó jeleneteket mutatja be, hanem nagyon sok olyan anyag van benne, amit grafikai úton, módon kellett előállítani. De ennek ellenére szerencsére van benne sok olyan eljátszott jelenet, ami megpróbálja bemutatni azt a kort, annak a kornak a bizonyos népi vonulatait, jellegzetességeit, ami a népi kultúrához tartozik. Az eseményen egy harmadik kötetet Zsoldos Ildikó Lubi Géza politikai küzdelmeiről írt könyvét is bemutatták. A Lubi Társaság friss alkotásai a következő hetekben, hónapokban a vármegye több pontján megtekinthetőek lesznek. Fontos lehetőség nyílik meg 2 napig a középiskolákba jelentkezőknek. Március 21 és március 23-a között még változtathatnak a jelentkezők a felvételiben megjelölt képzési sorrenden. Ez azt jelenti, hogy új szakot vagy új iskolát nem jelölhetnek meg, de a korábbiban beírt szakok sorrendjén változtathatnak. Erre a felvételi eredmények ismeretében lehet szükség. A legfontosabb információkat az Oktatási Hivatal honlapján találják meg az érdeklődők. A tavasz megérkeztével sok dolguk akadt a nyíregyházi tűzoltóknak, vasárnap délután 2 helyszínre is vonulniuk kellett. A Vescsik Vilmos utcán egy fa raktárépület égett, míg a tűzesettel szinte egy időben kigyulladt egy villanymozdony a MÁV Erkel Ferenc utcai telephelyén. Szinte teljesen megsemmisült ez a raktárépület vasárnap Nyíregyházán a Vescsik Vilmos utcában. A fából készült építmény a reggeli órákban gyulladt ki. A vármegye székely hivatásos tűzoltóinak nagy erővel kellett dolgozniuk azon, hogy idejében eloltsák a lángokat. Ahogy a képeken és a felvételeken is látszik, a raktár körül fák, bokrok, más épületek és egy fóliasátor is volt, így nagy volt a veszélye annak, hogy a tűz tovább terjedjen. Ezért kellett a katasztrófa védelem több járművét is bevetni a helyszínen. Faszerkezetű raktárépület égett Nyíregyházán a Vescsik Vilmos utcában vasárnap délután. A tűzesethez több járművel a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak. A tűzoltását a Szabolcs vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A beavatkozók 6 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Még látványosabb és veszélyesebb volt a helyzet a nyíregyházi MÁV állomás egyik mellékvágányán. Egy villanymozdonyból törtek fel a lángok, itt már nem csak a hivatásos, hanem az önkéntes tűzoltók munkájára is szükség volt. A kockázata ezen a helyszínen is nagy volt annak, hogy a lángok a vasúti villanyvezetékek által tovább terjedjenek. A tűzoltók habosított vízsugarak segítségével oltották el az égő járművet. Villanymozdony gyulladt ki Nyíregyházán az Erkel Ferenc utcában vasárnap délután. A tűzesethez a nyíregyházi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak. A mozdony elektromos leválasztását követően 2 habosított vízsugárral fékezték meg a lángokat. Ezeken kívül is bőven volt tűzeset a vármegyében vasárnap. Barabáson egy szénabálával megrakott pótkocsi lángolt, Nagyecseden fém hulladék tároló égett, Szabolcs-Feresmarton 50 négyzetméteres szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Nyíregyházán pedig még a katasztrófavédők kiérkezése előtt sikerült megfékezni a lángokat egy 10 emeletes társasház földszinti lakásában.
Fél órát emberhátrányban játszva szerzett egy pontot Mezőkövesden a kisvárdai futballcsapat, Török László együttese az NB1 24. fordulójában játszott 1-1-es döntetlent. A további eredmények a következők: DVSC Kecskemét 1-2, MOL Fehérvár FC Budapest Honvéd 2-0, Vasas Paks 2-3, Puskás Akadémia Újpest 5-1, Zalaegerszeg Ferencváros 1-0, a tabella élén a Ferencváros áll 50 ponttal, megelőzve a 42 pontos Kecskemétet és a 36 pontos Puskás Akadémiát. A Kisvárda 33 ponttal a 6. helyen várja a folytatást. Nem volt szerencséje a hétvégén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharksnak, az utolsó előtti helyen álló Honvédot fogadták végre újra a Continental Arénában. A vendégek 91-85-re nyertek. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza szombaton a 10. Kaposvárhoz látogat. Az utolsó fogadta az utolsó előttit, így mindkét csapat számára a kötelező győzelem kategóriába tartozott a mérkőzés. Az első negyedben szinte végig a Honvéd vezetett, de 10 perc játék után a Nyíregyháza állt jobban egy ponttal. A folytatásban sem történt változás, szoros volt a meccs, a nagyszünetre 2 pontos vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után felváltva vezettek a csapatok, de nem dőlt el semmi, az utolsó játékrész 67-67-ről indult. A negyedik negyed elején a fővárosiak elléptek 6 ponttal, és előnyükkel jól gazdálkodva végül meg is nyerték a mérkőzést. Sajnálom a szurkolóinkat, hogy nem tudtunk győzelemmel visszatérni ebbe a szép arénába. A statisztika nem mutat nagy különbséget, a dobott pontszámunk is elegendő, de a védekezésünk nem volt elég jó. Rosszul kommunikáltunk, könnyű dobásokat engedtünk az ellenfélnek, ami különösen a kritikus szituációkban volt fájó. A 17 pontot szerző Bazsó Bruno szerint a vendégek a negyedik negyedben leszedett támadó lepattanóknak köszönhetően tudták eldönteni maguk javára a mérkőzést. Szerettünk volna igazából egy győzelemmel visszatérni ide az arénába, sajnos ez nem sikerült. Úgy gondolom, hogy a mérkőzésen igazából végig fej-fej mellett haladtunk. Talán a negyedik negyed közepén volt az, amikor a Honvédnak sikerült meglépnie. Akkor úgy érzem, hogy le tudtak szedni ott egymás után 5 támadó lepattanót, ha minden igaz. Ez szerintem ott megtört minket, és sajnos azért mondanám, hogy ennek köszönhetjük a vereséget. Mint a Honvéd vezetőedzője elmondta, az alsóházi rájátszáshoz közeledve több szempontból is fontos volt számukra, hogy győzzenek Nyíregyházán. Azt gondolom, hogy egyfajta gát átszakadt nálunk ezen a mérkőzésen. A hetek óta ugye küzdöttünk igazából saját magunkkal. A sérülések benne vannak a profi sportban, erre fel voltunk készülve nyilván, hogyha kivált mondjuk magas poszton nálunk egy játékos, vagy tulajdonképpen ma 2 is, hogyan akarjuk megoldani. A legfontosabb szerintem az volt, hogy elkezdett mindenki hinni önmagában, illetve elkezdett mindenki hinni abban a rendszerben, amit mi szeretnénk játszani, amivel elkezdtük a szezont, és egyre jobban épülnek be az új játékosok, egyre jobban alakulnak ki a szerepkörök. És ez egy kollektív csapatteljesítmény volt, több mint 30 pont jött a padról. A kezdőjátékosok közül a húzó emberek tényleg húzták a szekeret, van, aki pontokkal, van, aki asszisztokkal, van, aki lepattanókkal, de mindenki beletette a saját részét. A forduló további eredményei a következők: Körment Szolnok 79-93, Oroszlány Kecskemét 67-75, Sopron Kaposvár 94-67, Deac Albafehérvár 77-87, Szeged Szombathely 82-97 és Zalaegerszeg Atomerőműese 81-78. A tabella élén a Szombathely áll 21 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 19-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-22-vel sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 9-15-tel 10. Kaposvárhoz látogat. Pont nélkül maradt a Nyíregyháza Spartakusz az NB2 28. fordulójában, a Sparia Gyirmótot fogadta, és a vendégek 3-2-re megnyerték a mérkőzést. A másodosztály tabelláját a 61 pontos DVTK vezeti a 60 pontos MTK Budapest előtt. A 28 pontos Nyíregyháza a 16. osztályozós helyről vág neki a hátra lévő 10 fordulónak. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Nehéz anyagi helyzete ellenére is tervez új beruházásokat Kálósemjén, a mintegy 800 millió forintos költségvetésből közel 170 millió forint értékben újulnak meg utak, valamint megépül a Kálósemjént Mária Póccsal összekötő kerékpárút, ahol pihenőhelyet is kialakítanak. Új helyre a Wolkenstein kastélyba költözik a községháza is Kálósemjénben. Belicza László polgármester kiemelte, hogy a görög katolikus templom külső és belső rekonstrukciója is elkészül hamarosan. A család szülőhelyén Nagyarban, az egykori Lubi kastélyban tartották pénteken azt a konferenciát, amelyen újabb köteteket és filmet mutattak be a híres família életéről. A könyvekben szó esik a család ismert néprajz tudósáról, Lubi Margitról. A Szatmár szerető diákja című filmet pedig kollégán Kéri Péter szerkesztette. Nem volt szerencséje a hétvégén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharksnak, az utolsó előtti helyen álló Honvédot fogadták végre újra a Continental Arénában. A vendégek 91-85-re nyertek. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza szombaton a 10. Kaposvárhoz látogat. Március 20-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig kedden este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn este helyenként előfordulhat eső, de szinte mindenhol borult lesz az ég. A hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul. Kedden délelőtt marad a borult hűvös idő, de néhol hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Esőre nem kell számítani. A hőmérő higanyszála 18 fokig emelkedhet. Szerdán folyamatosan emelkedni fog a délutáni csúcshőmérséklet. A hétvégén már igazi tavaszias időnk lesz.